A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ keretei között közel 40-en dolgoznak, ideértve azokat a területeket is, amelyek feladatellátását a kulturális intézmény végzi. Egy évindító munkaértekezlet keretében arról egyeztettek, hogy az ilyenkor szokásos feladatokat átgondolt szervezés mellett úgy látják majd el, hogy az épület fűtés és világítási költsége a lehető legkisebb legyen a takarékosság jegyében. Lényegében az a célja is egy dolog lebeg a szemünk előtt most, hogy január-február hónapban minél kevesebb rezsi költség kerüljön hozzánk. Fenntartóval egyeztetve abban állapodtunk meg, hogy mind a mellett, hogy a programokat ugyanúgy szervezzük. Megjegyzem, egy kicsit nehezebb is, mert hát úgy, hogy nem tudunk bejönni a művelődési központba, és úgy kell logisztikailag összehozni, hogy ki mit csinál éppen. De nyilván itt azért tudni kell, hogy a művelődési központ, mint intézményegység, nagyon sok helyiségből áll. Normál esetben is, ha mondhatom így, január-februárban azért magasabb a fűtés, illetve a villanyszámla. Januárban, ebben a hónapban, illetve februárban bezárunk, de ez nem azt jelenti, ahogy említettem, hogy programok nélkül maradunk. A Magyar Kultúra Napja, a Vince napi borszentelés is a hagyományoknak megfelelően idén is várja majd az érdeklődőket, de emellett számos kiegészítő feladatot is ellátnak a kulturális intézmény dolgozói az említett két hónapban. A mai megbeszélésnek pont az a célja, hogy előre gondolkodunk egy héttel, tehát körülbelül január 22-ig fogjuk most összeállítani, hogy éppen ki pakolja a színpadot a téren, ki készíti elő a pályázatokat, és hát egyéb adminisztratív feladatok is vannak, hiszen most vagyunk ugye a költségvetésnek a előkészítésénél, illetve a munkatervet és az éves munkatervet most kell összeállítanunk. Tehát lényegében a mai megbeszélésnek az a célja, hogy hogyan tudjuk úgy hatékonyan a munkát elvégezni, hogy itt az intézményben ne kerüljön, tehát ne legyen villany, illetve egyéb rezsi költség. Egyetlen egység működik majd csak a patinás épület falai között, ez pedig a mozi. Itt a fűtést már korszerű klímával oldják meg, tette hozzá az igazgató. Pályázati kötelezettség tart minket ahhoz, hogy szervezzünk. Meg én azért úgy gondolom, hogy kell azért a város lakosságának, az érdeklődőnek, hogy azért tudjanak hova menni januárba is. Ez azt jelenti, hogy itt egy picit módosítottunk, ez csak január-februárra vonatkozik. Csütörtökön nincs mozi, viszont a mozi vetítések száma nem változik, hiszen péntek, szombat, vasárnap több alkalommal lesz a megszokott 17 és 19 órai kezdés mellett. Ezzel együtt megjelent a Művelődési Ház hagyományos havi program ajánlója is, ebből tájékozódhatnak az érdeklődők az aktuális események időpontjáról és helyszíneiről.